A férfi kézilabda magyar kupa második fordulójában a vele egy osztályban szereplő fekete mezes Tatát fogadta az Etósz Ese. A vendégeknél három olyan játékos, Kőhalmi, Kovácsovics és Hollós is pályára lépett, akik két évvel ezelőtt kulcs szerepet játszottak az NB1 bejutásban. Jól kezdett a Szese, 8 perc után 4-3-ra vezetett, így időt is kért az ellenfél. A szusszanásti szünet után épp Kőhalmi góljával fordított a Tata 5-4-nél, majd nem sokkal később állva is hagyta a hazaiakat. Hiába termelt 7 gól támadásban Dimitri Petrenko, ez is kevésnek bizonyult. 13-18-al fordultak a felek. A második félidőben gyakorlatilag már csak a fiataloknak szavazott bizalmat Rosta Miklós. A kezdőbe amúgy sem jelölt standard játékosait Kalmárt és Bellát csak percekre dobta be, vagyis voltak éppen beáldozták a kupát a hazaiak. A mi számunkra a pécsi, illetve a szombati Várpalota a sorsdöntő. A mi céljainknak ez a kettő. Tehát jelen pillanatban nem tűzték ki az elnökség, hogy a nemzetközi kupába induljunk a kekbe. Ugye ezt a magyar kupa megnyerésével lehetne, vagy bejutni a négyes döntőbe, ahol úgyis tudjuk, hogy ki nyeri meg a magyar kupát 20 éve. A végeredmény 34-24-es tatai győzelem, vagyis a győriek búcsúztak a kupától és koncentrálhatnak a számukra sokkal fontosabb bajnokságra. Ennek következő játéknapján mindjárt szombat este 18 órakor a Várpalotát fogadják az egyetemi sportcsarnokban.